10 évvel ezelőtt a kölesdi református templom tetőszerkezetét sikerült felújítani, ezáltal megszüntették felülről a beázást. Bő egy évtized múlva az épület talapzatát is megcsinálták, így már alulról sem vizesedik az épület. Háladó Isten tisztelet keretén belül ünnepelték a kölesdi reformátusok templomuk megújulását. Az igét Balogh Zoltán, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke hirdette. Egy felújított templom az esztétikai élmény, és hogyha bemegyünk és együtt éneklünk, akkor az lelki élmény, és hogyha hallunk egy olyan szentbeszédet, egy olyan igehirdetést, ami megszólítja az egész életünket, a lelkünket, az meg egy szellemi élmény és egy szellemi találkozás, ahhoz, hogy a test, lélek, szellem igazán együtt tudjon lenni az embernek az életébe, ahhoz templomokra van szükség, amíg templomok épülnek egy országban, addig van jövő. Görgei Géza református lelkész szerint még van bőven feladat a templom megújítása érdekében. A belső lábazatcsere és a padoknak a leszűkítése, hogy lélegeztetés kerüljön, legyen egy kis nem csak levegő, hanem belül is legyen kavicságy a jó kiszáradáshoz. Igen, még nagyon sok forrásra lenne szükség. Görgei Géza elmondta, hogy az orgona is jelentős javításra szorul, mivel jelenleg meglehetősen hamiskásan szól.